Köszöntöm a nézőket, önök a négy szem között látják, és a mai alkalommal itt a stúdióban köszönhetem vendégemet, a Magyar Földrajzi Múzeum igazgatóját, dr. Kubasek Jánost üdvözlöm. Tisztelettel köszöntöm a nézőket. A mai alkalommal itt az Érdi Napok program sorozat programjairól beszélgetünk, és hát itt is kiragadjuk a múzeumot, hiszen az Érdi Napok az egy tudományos és kulturális fesztivál, és itt a tudomány részét a Magyar Földrajzi Múzeum képviseli, és szeptember 17-én, illetve szeptember 19-én programokkal várja az érdeklődőket a múzeum. Beszéljünk először a szeptember 17-i alkalomról, hiszen akkor van a hagyományos tudománytörténeti konferencia, méghozzá Balázs Dénessel, a múzeum alapítójával foglalkoznak ezen a konferencián. 30 évvel ezelőtt alapította meg a múzeumot. Milyen jelentős mérföldkő ez a múzeum életében? Nagyon fontos mérföldkő, hiszen nem csak visszaemlékezünk, számvetést készítünk, hanem bizonyos összegzésekre is sor kerülhet, és nem véletlen a szeptember 17, mert ez Balázs Dénes születésnapja. Ez az ő születésnapja, és ő a múzeum szülő létrehozója, édes gyermekeként is emlegette a Magyar Földrajzi Múzeumot, feleségével, Sprinz Vilmával együtt, egy fél évtizedes munka, küzdelem, önzetlen erőfeszítések árán sikerült ezt a múzeumot, először gyűjteményt létrehozni, megteremteni a semmiből, de hogy ez életben maradjon, ez működjön, eredményeket hozzon, ahhoz még nagyon sok teendőre és nagyon sok feladat megoldására volt szükség, és ebben rengeteg segítő társunk volt. Nekik is szeretnénk köszönetet mondani, de mindenek előtt a szeptember 17-i napon hagyományok szerint a Balázs Dénes javaslatára létrehozott Érd városa, akkor még nem megyei jogú város, és a Magyar Földrajzi Társaság közös kitüntetését a Teleki Sámmal érmet is mindig ilyenkor adják át. Ebben az évben Sári Éva, Lugánóban élő kőolajgeológus, aki Afrika kőolajvidékeinek a kutatásában, feltárásában eredményes munkát végzett, és könyvet is publikált az élményeiből, és számos cikket is, ő kapja ezt a megtisztelő elismerést. Ez a díj milyen jelentőséggel bír a tudományos életben? Ezzel pénz nem jár. Tehát aki ilyen elismerést kap, ezért is mondjuk, hogy érem és nem díj. A díjhoz mindig valamilyen pénzösszeget gondol az ember, aztán hogy van, hogy nincs, ez nem így van. Számos esetben mondják azt, a Magyar Örökség díj is egy gyönyörű oklevél, abban nem jártak milliók, amit kapott a múzeum. Tehát szeretném ezt azért hangsúlyozni, ez elsődlegesen erkölcsi elismerés, tudományos, szakmai és erkölcsi elismerés, amelyet olyan jeles személyiségek kaptak eddig, mint Balogh János ökológus, Kákos László, egyiptológus, Boglár Lajos néprajz kutató, amazoni népek kutatója, Kutatsi Kovács Lajos, az indián törzsek kutatója, Jakucs László, barlangkutató, professzor Dénes György, szintén barlangkutató, vagy Nógrádi György, a Húsvétsziget leírója, feltárója, vagy Galánta Herman Judit, aki Körösi Csoma kutatásokban jeleskedett, vagy éppen Csékes Zsolt, aki számos útifilmet készített. Ennek mindenképpen az is rangját adja, hogy évente egyszer adják. Posztumusz már volt rá példa, Fábián Tamás, geográfus, aki Etiópiában tavaly egy sajnálatos támadás során életét vesztett. Egyébként múzeumunk barátja, többször volt előadónk is, ő is megkapta, pontosabban a szüleinek adtuk át ezt az érmet, a Teleki Sámmal érmet. Teleki Sámmal a legeredményesebb magyar felfedező utazók jelkép alakja, és örülünk, hogy egy iskola itt Érden Teleki Sámmal nevét is felvette, viselés, a gyerekeket motiválja. A konferencia milyen szempontból közelíti meg Balázs Dénes munkásságát? Egy átfogó képet adnánk abból a küzdelemből, amit a múzeumé folytatott. Becsei József professzor úr küldte meg az előadását, aki ennek részese volt. Nagyon nehezen jött létre a múzeum, rengeteg akadályt, nehézséget kellett legyűrni egy olyan időszakban, amikor Érd bár megkapta a hivatalos városi rangot, még ezernyi elmaradottsággal küzdött, még voltak olyan részei a városnak, ahol nem volt vezetékes ivóvízellátás, ahol nyáron a vízhiánytól még ezrek szenvedtek, tengelyig ért a sár az utakon, és voltak olyan lakások, ahol petróleumlámpával világítottak, és ilyen helyzetben múzeumot létrehozni, múzeumot kezdeményezni, ez volt, akinek a szemébe szentségtörésnek tűnt. De akkor ez a múzeum nem valósul meg, akkor másút valósult volna meg, mert Balázs Dénes kapott ígéretet, és kapott komoly felajánlást két másik településtől, nem titok, hogy Békéscsabától és Budaörstől, hogy akkor a gyűjteményt és a múzeumot oda viszi
ha ott akarják, akkor ma Érden nincs Magyar Földrajzi Múzeum, de más múzeum sincs, mert ezt senki nem tudta volna megvalósítani. Itt hiába van sok pénz, abból még azonnal múzeum nincs, az műtárgyak kellenek, kiállítás kell, szakkönyvtár kell, és sok minden, amit úgy kell összegyűjteni, és szakemberek mindenek előtt. Balázs Dénes volt ennek a fő hajtómotorja, a legönzetlenebb életvehívója, aki a saját megtakarításaiból 100 ezer forintot, akkoriban ez egy autó, vadonatúj autó ára volt, ezt ajánlotta fel a múzeum céljaival, és ezt követően a Magyar Tudományos Akadémia nagyon komoly összeggel támogatta, 500 000 forinttal, az 500 ezer forint 1981-ben, hát ez 3 évi fizetése volt egy tanárnak akkor, illetve nem több. Több, ez akkor 30 évi fizetése volt egy tanárnak, amit akkor a Magyar Tudományos Akadémia adott, utána a Művelődési Minisztérium, utána a Pest megyei tanács, és nagyon sok más helyről jöttek még felajánlások és segítség. Központi Múzeumigazgatóság te feladatként vállalta a kiállítási közreműködést, és 1983-ra megnyílhatott a múzeum. Tehát mindenképpen a múzeum szervezőt, a tudóst is bemutatnánk, de az ő tudományágokban végzett munkáját, eredményeit, hatását Gábris Gyula professzor a sivatagi területek feltárásáról beszél. Martinovics Sándor, aki részese volt a Szahara expedíciónak, ő szintén tart előadást, ő is a múzeum alapítás hőskorának volt egy jelentős személyisége. És külön tisztelettel gondolunk Dusek Lászlóra, aki a tanári munka szempontjából ad egy elemzést Balázs Dénes munkásságáról. Gadányi Péter pedig egy nagyon ritka szakterület, a lávabarlangok kutatásában elért Balázs Dénes nevéhez fűződő kapcsolódó eredményekről fog beszámolni. Kovács Sándor kollégám a lokálpatrióta cselekvő ember Érdért végzett munkájának az eredményeit tenné közé. Lendvai Tímár Edit pedig azt, hogy a múzeum pedagógiában hogyan hasznosítható, a Balázs Dénes országos vetélkedő tükrében ez az életmű. Puskás Katalin kolléganőm nagyon sokat tett azért, hogy a kiállítás is elkészüljön, az NK pályázatunk, illetve Alfa program pályázatunk még további folytatásra ad lehetősége, de hálásak vagyunk a Dévi Múzeum munkatársainak, Mező Szilveszternek és Lovas Mártonnak, akik szintén nagyon sokat fáradoztak, hogy a szülő helyén is, tehát Debrecenben is legyen kiállítás, ami megemlékezik róla. Hozzátenném azt is, hogy a legutolsó előadást fogom én tartani, amiben összegzem az életművet, és felvillantom az életút néhány fő állomását. És Balázs Dénes egyéniségének a vonását, aki mindig háttérbe húzódva, a reflektorfényt kerülve, önmagát soha nem előtérbe helyezve, rengeteget dolgozott közügyekért. A tudomány gyarapítása volt az egyik fő célja, bejárta a világot, 27 könyv, 1 milliós példányszám. 5 nyelven jelentek meg a munkái. Ez ma is tiszteletre méltó, megbecsülést kiváltó teljesítmény. És ő nem azt nézte, hogy mit lehet kapni, hanem azt, hogy mit lehet adni, mit lehet tenni, mit lehet előre vinni. Úgy vélem, hogy ez a konferencia, ez fontos tisztelgés az életműnek. Előhozott új ismeretlen dokumentumokat is a készülődés, mi több mint egy éve foglalkozunk a szervezéssel. Becsei József professzor úr Békés Csabán megőrizte a múzeum alapítás előzményeinek a szivatanyagát, és ezt most végigolvasva, hát kicsit belém sajdult a fájdalom, hogy mennyit kellett küzdeni, mennyi nehézségen, akadályon, megpróbáltatáson kellett keresztül menni Balázs Dénesnek, amíg elérte ezt a célt, ami a geográfusok 70 éves álma volt. De ez még csak gyűjtemény lett, ebből még nem lett múzeum. Ahhoz, hogy ez múzeum legyen, hogy ez szellemi műhelyé váljon, kiadványok legyenek, szakmai munka, közművelődési munka, gyerekfoglalkozások, múzeumi órák, akkor így neveztük ezt a szót, hogy múzeumpedagógia nem használtuk, de Kovács Sándor már kezdetektől tartott múzeumi órákat. A Vörösmarty gimnázium tanárai, diákjai jöttek az első időkben is, segítettek nagyon sokat a táblók összeszerelésétől kezdve a teremőrig. Az egyik kisdiák, aki akkor teremőrként jött segíteni társadalmi munkában, Stenzinger Norbert, most már ledoktorált tudós tanár, a Vörösmarty gimnázium tanár, és akkor kisdiákként itt volt és már segített. A konferencia mikor kezdődik, és kik vehetnek ezen a konferencián részt? Mindenki számára nyitva áll a múzeum? Igen, természetesen, szeretettel látunk mindenkit, 11 órakor kezdődik a konferencia. Ez délutánig tart, és utána lesz a bemutató hátizsákkal és bakancsban a föld körül, ami Balázs Dénes életútjából ad ízelítőt és a bejárt tájakban. És utána 17 órakor egy nem mindennapi
élményre hívom, akik mondjuk nappal dolgoznak, és nem tudnak délelőtt vagy délután részt venni, azoknak az 5 óra is érdekes lehet, hiszen ekkor mutatjuk be Csékes Zsolt filmjét, az én Benyovszkim. Benyovszki Móricz utazásának Madagaszkáron megtett szakaszáról kamerát a hátizsákjában magával vívő filmrendező operatőr ad egy Benyovszki képet, egy Benyovszki filmet. Nagyon örülünk ennek. Nagyon örülünk ennek a filmnek. Ez egy másfél órás film, még nem került televíziós sugárzásra, majd hamarosan a nagy közönség elé kevert. Először itt mutatjuk be. Mi adja ennek a filmnek a kötődését érthez? Legelsősorban az, hogy Benyovszkit először mutattuk be itt, Magyarországon, és ma is az állandó kiállítás részeként szerepel az ő személyisége, kalandos utazásai, a munkássága. A második ilyen nagyon fontos szempont, amivel külön szót kell ejteni, hogy 1986-ban Balázs Dénes kezdeményezésére itt Érden rendeztünk egy nemzetközi tudományos konferenciát Benyovszki munkásságával, amelyen részt vett cseh, részt vett szlovák, részt vett francia és amerikai kutató is, és orosz kutató is. A megküldött tanulmányok, kéziratok sok új kutatási eredményt tartalmaztak erről a kalandos sorsi és több országban is emlegetett, nagyra becsült személyiségről. A szlovákok magukénak tartják, Verbon a szülőhelyén hatalmas Benyovszki emlékművet emeltek, és úgy állítják be, és úgy reklámozzák, hogy ő az első, aki diplomáciai kapcsolatot létesített az Amerika Egyesült Államokkal, mert kapcsolatban volt George Washington elnök és Benjamin Franklinnal. Hát az más kérdés, hogy akkor még Szlovákia nem létezett, de egy tény, hogy valóban Amerikában járt, és volt kapcsolata a kongresszussal, és a vezető döntéshozókkal. Ennek a dokumentumanyagát Wagner Ferenc kutatta ki, és tárta fel a Philadelphia és a washingtoni levéltárakban. És ennek a konferenciának a gyümölcseként megjelent egy gyönyörű Benyovszki kiadvány Balázs Dénes szerkesztésében. Ő egyébként bejárta Madagaszkárt is, Balázs Dénes, és a Bozó taxival Madagaszkáron című könyvében nagyon érdekes leírásokat adott a Benyovszki által felkeresett, meglátogatott helyekről. Ma Benyovszki, mondhatnám azt, hogy nemzeti hős, táncjátékkal emlékeztek meg róla a Kassán a kulturális napokon, ami miniszter is részt vett meg, polgármester, államtitkár. Tehát örülünk annak, hogy a köztudatba nagyobb helyet foglal el, a Vivát Benyovszki film újra szinkronizálva kerül a nézők elé, és hát bár a főszereplő az a közelmúltban halt meg, de a vele készített interjúban látszik ez a fajta nagy érdeklődés iránt. A lengyelek szabadsághősként tisztelik, tajvaniak is számon tartják, ő az első európai, aki civilizációs törekvéseket köt össze a gyarmatosítási gondolattal, de ott hosszabb időt tölt, és az őslakókkal kapcsolatba kerül. Tajvanon is számon tartják, Kamcsatka félszigetén is a bolsevszki felkelés egyik szellemi vezetőjeként tartják számon, akinek a hatása a dekabrista felkelésre 1825-ben jóval később is megnyilvánul. Az ő bolsevszki kiáltványában közölt gondolatok, azok fél évszázaddal később is visszaköszönnek a szabadság szerető emberek számára. És ez a film holnap ezt a Benyovszkit hozza közel. Az nem baj, ha más is a magáénak tartja és szereti, ez még nem ok annak, nem ok arra, és nem indok arra, hogy mi ne szeressük és mi ne tartsuk fontosnak őt. Ez a keddi, tehát a holnapi program. Szeptember 19-én csütörtökön pedig tovább folytatódnak a programok a múzeumban, méghozzá lesznek kiállítások, könyvbemutató, és akkor a kiállításról beszéljünk egy picit, méghozzá itt a Mezőföld titkaiba vezet be minket, majd a megnyíló fotókiállítás. Kinek a jó voltából? A Mezőföld az a tájegység, amely igen közel áll hozzánk, nem csak lelkileg, hanem földrajzilag is. Nagyszerű úti cél, hiszen közel van, és az, hogy hazánkat is szeressük és ismerjük, az, és a lakóhelyünk környékét, én azt hiszem, hogy ez nem szorul semmiféle magyarázatra. De meg kell említenem azt is, hogy csak azt szerethetjük, amit ismerünk, amiből vannak információk. Sándor Falvi Lászlóval évekkel ezelőtt kerültünk kapcsolatba gyönyörű fotókkal. Készült és mutatta be egy fotópályázatunk. A Mácsai Annett, a kolléganőnk, aki a Mezőfölddel alaposabban foglalkozott, és kiállítást is szervezett. Anetta munkájának a gyümölcseként került így a Mezőföld a figyelem középpontjába, és Sándor Falvi László, aki évtizedeket töltött Soponyán környékén, és bejárta a Mezőföld szinte minden zugát,
csodálatos felvételeivel örvendeztetett meg minket, és akkor fogalmazódott meg bennünk a gondolat, illő módon kellene ennek is helyet adnunk. És szeretnénk, ha minél többen eljönnének és látnák nem csak a fotókiállítást, azt a diaporámát, amit ő bemutat, amit ő továbbad, amit ő számunkra elérhetővé, megismerhetővé tesz, egy megszállott ember. A fotókiállítás anyagát végignézve azt hiszem az az üzenet bátran megfogalmazható, hogy lakóhelyünk környékének kincsei, azoknak a megismerése mennyivel szebbé teheti a mindennapjainkat. Nem kell elmenni a távoli világrészek óriási költségekkel elérhető helyszíneibe ahhoz, hogy felüdüljünk a természetbe. Persze jó, el tudunk menni, én is utazom sokat, de a saját hazám szépségei sem hagynak idegen. Ez a fotókiállítás mikortól várja az érdeklődőket? Ez csütörtöktől, és a fotókiállításhoz kötődően egy másik eseménybe is sor kerül. A Panoráma kiadó gondozásában jelenik meg Somorjai Ferenc Magyarország útikönyve, ez 660 oldalas útikönyv. Ebben népszerű, ismert és rejtőzködő ismeretlen értékek egyaránt helyet kaptak. 660 oldal, hatalmas mű. De ad sok-sok ötletet, sok-sok gondolatot, hogy hova menjünk el, mit nézzünk meg Magyarországon. Csodálatos képanyaggal, rengeteg kutatással, épp is szerepel a kötetben, benne van a Földrajzi Múzeum, a Minaret és a II. Lajos emlékmű. Tehát egy ilyen országos kötetben is azért helyet kaptunk, fotó is szerepel benne a Minaretről. Remélem a következő kiadásban, majd hosszabban még a Fundoklia völgy meg a Belicai sziget is helyet kaphat, és még több látnivalóval csábíthatja az embereket ide hozzánk. A kötet annak a Panoráma kiadónak a gondozásában lát napvilágot, melyel 3 évtizedes munkakapcsolatunk van. A Panoráma adta ki egyébként Balázs Dénes munkáit is, az Ausztrália óceáni Új-Zéland könyvét, a Közép-Amerika könyvét, és a Dél-Amerikai könyvét, az Argentina, a Paraguay, Uruguay című munkáját, amelyek a mai napig is alapvető forrás munkák. A kiadó igazgatónője, Farkasvölgyi Frigyesné, nagy figyelmet szentel annak, hogy ez a szakterület is kapjon meglehetősen fontos helyet a könyvkínálat piacán, és ez így is van. Egyébként Farkasvölgyi Frigyesné Borika támogatta a munkánkat is, és az sem titok, hogy a Balázs Dénes szoborhoz ők adták az első támogatást, a Medicina kiadó, illetve a Panoráma, és ez így valósulhatott meg, mindig számíthattunk rá. És nagyon örülünk annak, hogy a könyvbemutatóra itt kerül sor, remélem sok tanár eljön, hiszen ebből lehet úticélokat kijelölni, választani, úticélokat megtalálni, úticélokat megkeresni. És hozzáteszem azt is, ami szintén nagyon fontos, hogy a közösség formálásban a közös élmények, a közös látnivalók, amelyek ugyanazt adják nekünk, azok nagyon megerősíthetik az összetartozást. Ha elmegyünk egy kirándulásra, és elmondjuk, hogy egy váron mögött mi van, akár Drégeivárnál, vagy Egernél, vagy akár Várpalotán, vagy Veszprémben, vagy Keszthelyen, vagy bárhol, hogy az elődök mi mindenen mentek keresztül, akkor az utódok felelőssége milyen, hogy ezt megőrizze még. A könyv azért is fontos számomra, mert olyan emlékhelyeket is tartalmaz, amelyek nagy történelmi kataklizmákhoz is kapcsolódnak, Mohácshoz például. De ott vannak a világörökségek. Ott vannak a természeti világörökségek, ott vannak a természetvédelmi területek. És boldog az ember, hogy mi mindent meg tudtunk őrizni, mi mindent kaptunk a természettől, és mi minden az emberi alkotó munka gyümölcseként valósult meg, és vonzanak sokkal több embert ide, akik ezeket a tájakat megismerik, a Tisza mellékét, Észak-Magyarországot, vagy a Balaton felvidéket, és ott jó élményeket szereznek. Az emberekről is, a vendéglátásról is, a szálláshelyekről is. Azok örök barátainká válhatnak, és visszatérhetnek, hozhatnak sokakat ide, és ez is ad egyfajta fellendülési lehetőséget, hiszen nézzük meg Ausztriát, vagy Norvégiát. Én most jöttem meg Norvégiából, nemrégen egy nemzetközi konferenciáról. Norvégia a századfordulón, a múlt század elején Európa egyik legszegényebb ország, ott ma a leggazdagabb európai ország. Az ott élők munkájának az eredményeként. És tudtak paradicsomot varázsolni egy kietlen, lakatlan világból, ahol megteremtettek mindent, hogy a legmagasabb színvonalú ellátással, vendéglátással fogadják az embereket. Persze nagyon drágán, ezt is hozzáteszem, de a norvég ember meg tudja fizetni, olyan fizetést kap hozzá. És az, hogy Norvégia hogy tört ki, és hogy a múzeumügy ott milyen fontos, hogy a Kontikinek, Thor Heyerdahl hajójának, Balsafa tutajának külön múzeumot emeltek,
hogy a ráhajóknak, a papírusainak, amivel átszelte az Atlanti óceán, külön múzeumot emeltek, és ez milyen megbecsült ott, vagy Bigdoy szigetén ott van a Fram hajó, amely többször belefagyott a sarkvidéki jeges-tengernek a jégtáblái közé, és mégis megmenekült a legénység, és visszajutottak. És ma ez egy kegyhely, egy zarándok hely, ahol minden norvég fiatal elmegy, és megnézik Sverdrupnak a kabinját, és Amundsennek a kabinját, és Fridtjof Nansen nemzeti hős. És ezek az emberek, akik felfedezők voltak, nem gyarmatosítók, az Antarktiszon nem volt mit gyarmatosítani. Ott nem éltek népek, akiket kizsákmányoltak, északi-sarkvidéken, és ez a tudomány szolgálta. És milyen eredménnyel szolgálta, és hogyan hat a mentalitásra, a gondolkodásra, arra a tisztaságra, ami ott van Norvégiában. Ott nincsenek szemétszedő akciók, nem is lesznek, mert nincs eldobált szemét. Ott így jelezik meg a dolgokat, hogy nem dobjuk el a szemetet. Mert felszedni az egy gyönyörű dolog, de még szebb, hogyha nem kell felszedni, ha nincs eldobálva. És hogy hogyan hat a hétköznapokra ez, és mi nálunk is hat, mert van itt is sok előrelépés. Bármere tekintünk, azért nem mondhatjuk azt, hogy állunk a posványba, erről szó sincs, hanem megyünk előre, néha lassan, néha nehezen, néha gondokkal, és egy ilyen kötet is segíthet ebben. Segíthet, hogy találjunk úti célokat, segíthet abban, hogy egy családi kirándulást vagy egy nyaralást értelmesen, tartalmasan, élményekben gazdagon tölthessünk el, és mindenkit nagy szeretettel várunk a Mezőföld kiállításra, Sándorfalvi László munkáinak megtekintésére, és Somorjai Ferenc panoráma útikönyvének a bemutatójára. Hát én bízom benne, hogy sokan ellátogatnak a múzeum programjaira. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Köszönöm a megtisztelő figyelmet, a lehetőséget, és sok szeretettel várjuk az érdeklődőket. Önöknek pedig köszönöm a figyelmet, a négy szem köztött látták műsorunkat megtekinthetik a www.érthiradó.hu internetes portálon. Maradjanak velünk a folytatásban is, további kellemes szórakozást kívánok mindenkinek, viszontlátásra!